Na, szép reggelt mindenkinek, hát most már jobban vagyok, torkom nagyon fáj tegnap, meg álmos vagyok 4 napja. Amúgy is jó alvó vagyok, de most 4 napja nagyon álmos voltam végig. Princike van a pályába, érkezik mindjárt, hát Lalusnak kéne jönni, aztán, na, úgy rakom össze a dolgokat. Nem mondom, hogy nehéz, csak egy kicsit úgy, mint a fejetlenséget csinálnék. Hát beugrik ez, akkor annak mit adok, nem fejetlenség, hanem ilyen spontán dolgok, inkább így mondom. Hát nagyon jó a szettem, azt a rövid nadrágra mondom, az azt jelenti nagyon jó, akármiben vagyok, de a rövid nadrág az azt jelenti, hogy most már itt a jó idő, itt a nyár, kedvünk legyünk egészségesek. Most pár napja, hogy lappangott bennem valami, tegnap reggelre ki is jött, de úgy megráztam magam, 3-2-ig a télin, most meg sírunk, hogy napsütés volt. Mi? Ha! Húha, hol az a cidunk? Te! Jaj! Ide raktam, remélem. A Doki hívott. Szia, mit adjak neki? Jó, mondtam, hogy mehet a First Mind meg a Marcika. Oké. Okay. Szia, mit megy a Pavel Csődör? Mondom, jönnek egy jó melót. Arra nem jöhetek? Na. Tehát mindig aranyosak az emberek, de nem fogják fel, baszki, hogy itten felelősség van, a ló egészsége is. Így is történnek problémák, nem, hogy még fölidegesítse, hogy 78 kilóval, ő most jön egy ilyen záró galoppot, ráadásul még hosszút is, ugye, mert nagy kedv van, tehát nagy homokon megyünk. Na mindegy, vannak ilyenek, és akkor megmagyarázni mindenkinek szépen finoman. Meglocsolták a pályát, viszont meg kéne, hogy húzzák ilyenkor, mert a viaszréteg fenntartja a vizet. És megint áll egy csomó helyen a víz a tetején. Közben pofázok, Princike drága, a pályában van Nikinkel, aztán ő rohan a lovardájába, folytatja a robotmunkát, mondhatnám, hogy azt így van, robotmunkát. Az a naponta ugyanaz tulajdonképpen, imádja, szereti, de azért nem iridlem, na, sokszor ott vannak a kis aranyos gyerekeket, én is szeretem. Minden nap nyomatni ott végig, ugye tanítgatja őket, lovakat ellátja. Na mindegy, van elege, de még ez egy lattit belefér neki. Betelefonáltam, ott jönne Pavel Csődör és Stolen. Pavel Csődör és Stolenka, egy kicsit melócskát, keményebbet. Aztán terve van véve, hogy jönne Markaz és Arisztotelész, alias Lisztedes, azok ketten, akkor majd nézek egy sampikát, meg tudja fogni Nomcsi, mellé adnám a kis csikót, de csak úgy bekíséri, elkíséri. Na itt van, közben addig pofázok, mert tökéletes a tempó. Ez az. Nagy homokon ment, egy jó kényelmes. Jó erős Uber volt, de ez tökéletes tempó, elég neki. Egyre jobban néz ki ez a kis kanca, a vékonyka volt. Stargépben voltak problémáink, hát volt bőven minden itten. Itte. Nem olyan egyszerű az élet, mint ahogy gondolják. Még jó indul. Ez egyszerű, jó indul a motorom, ennek örülök. Nem tudom, mennyi lehet az idő, 7 óra valamennyi. Úgy tűnik nekem, mintha már 10 óra lenne. Na lerakom, tegnap volt egy 13 perces videóm, és most 4 órán keresztül töltötte. Nem tudom már megint mi van ezekkel a töltéseimmel. Rámegy a napom. Komolyan mondom, hazamegyek, és azt kell kezelnem, hogy ott mi van.